esti előadásnak a lényege, hogy tisztázzuk azokat a feltételeket, amelyek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy meggyógyuljunk. Mert mindig ez a probléma, hogy mikor gyógyulok már meg, ezt mindenki megkérdezi egy konzultáció vagy beszélgetés során, hogy de mikor gyógyulok már meg. Az 54 napos előadás sorozat alatt, a karantén alatt tartottam erről előadásokat. Persze ezekről nem készült felvétel, és nem volt oly részletesen kidolgozva, mint ez az előadás. Utalni fogok sok mindenre, amit itt, ott, amott meg lehet nézni, mert arra nincsen idő, hogy a részletekben mélyen bele hatoljak. Néhány példát el fogok mondani, ami ehhez kapcsolódik, és nyilván a továbbiakat azokban az előadásokban, amelyekre utalok, azokban meg fogjuk találni. Mikor gyógyulok már meg? Hát egyszer nézzük meg azt, hogy talán azt, hogy mitől is betegszem meg. Mert ugye tudjuk jól, hogy a legsúlyosabb probléma az önsorsontó hiedelmeink. Ezek akadályozzák meg a gyógyulásunkat, illetve ezeknek köszönhetjük a megbetegedéseinket is. És ha mi azt hiszük, hogy a megbetegedés az Isten verése, vagy a nem tudom én milyen diéta hiánya, vagy egyebek, akkor ez fog elvezetni minket egy bizonyos életvitelhez, ami aztán tünetek megjelenését fogja okozni. Az önsorsontó hiedelem például az is, hogy, mert hallottam ilyet, nem én találtam ki, hogy örülni bűn, szenvedni erény. Hát így elakadt a hangom, mert hirtelen pont az ellenkezőjét hallottam annak, amit én vallok, hogy ha boldog vagy, igazad van, ha nem vagy boldog, nincs igazad. Szóval el lehet gondolkodni rajta, hogyha önsorsontó gondolatainkon nem változtatunk, a hiedelmeinken addig semmi nem fog változni, mert ez meghatározza a döntéseinket, a cselekedeteinket, az érzéseinket, és ki fog hatni az egész életünkre. De hát aki ilyen MLM rendszerekben már részt vett, legalább ilyen toborzó gyűlésen, ott láthatta, hogy pontosan ott is arra hívják fel a figyelmet, hogy igen, változtatnod kell azon, amit eddig gondoltál önmagadról, hogy te képtelen vagy erre vagy arra. Amíg azt hiszem, hogy én valamire képtelen vagyok, addig meg hozzá se fogok fogni, ki se fogom próbálni. Valaki eldönti, hogy ő nem tud megtanulni, teszem azt biciklizni, korcsolyázni, síelni, autót vezetni, mindegy. Miért dönti el? Mert teli van félelemmel. És mi fogja megakadályozni abban, hogy ezt megtanulja? Pont a félelme. Az is egy önsorsontó hiedelem, hogy majd élek, ahogy tudok, és majd az orvosra beteg leszek, meggyógyít elvégre, azért fizetem a TB-t. Szóval vannak igen furcsa megközelítései az életünknek, de hát ezeken igen változtatni. A biológiai konfliktusokról ugye tudjuk, hogy arról szólnak, hogy ugyan reagálok egy olyan helyzetbe, ami esetleg veszélyt jelent, ha nem is az életemre, de veszélyezteti a kényelmemet, a biztonságomat, a megszokott dolgaimat. Vagyis egy negatív érzelem, ami az agy közvetítésével szervi választ fog elindítani. Ugye erről szólnak a biológiai konfliktusok, mert ugye a biológiai lénynek, legyen szó emberről, állatról, növényről vagy egysejtűről, az egyetlen célja az életben maradás, vagyis a túlélés és a faj fenntartása. És minden, ami ebben veszélyt jelent számára, azt meg fogja oldani, és erről szól a germán tudomány. És vannak még a fizikai tényezők, amelyekről túl sokat beszélünk, mert akkora nagy jelentőségük nincsen, mint amennyit erről beszélünk, de ha erről beszélünk, és nem az önsorsontó hiedelmeinkről, akkor nyilvánvaló, hogy fizikai szinten próbálom azt megoldani, amit valójában a tévhiteim okoznak.
A fizikai tényezőkön igen, kell változtatni, oda kell figyelni, hogy milyen táplálékot fogyasztok, oda kell figyeljek, hogy fluormentes fogkrémet használjak, hogy tiszta vizet igyak, és ne klórozott vizet igyak. Örömmel hallottam, hogy lesz olyan hely, most már olyan vízmű, ahol hidrogénnel fogják a vizet fertőtleníteni, és nem klórral. Na mondom, végre, hogy 2023-ban eljutottunk ide, holott ezt már természetgyógyászok mind régóta tudják. És hát vannak mérgezések, ugye, ne feledjük el, hogy nem csak a gyilkos galóca mérgéről van itt szó, hanem azok a lassan ülő dolgok, amelyek nap mint nap a hipermarket gazdaságos árukból a szervezetünkbe bejutnak. Aztán vannak orvosi műhibák, amit nyilván ott kéne kijavítani, és vannak sugárzások, meg környezeti tényezők, amiket el kellene kerülni. És akkor itt további részletekben nem megyek bele, mert hónap reggelig erről beszélhetnénk. Erről mindenki kap mindenféle dolgot. Na most, ha ezt így felsoroltam a piros, a zöld és a fekete színekkel, hogy önsorsrontó hiedelmeink, biológiai konfliktusok, fizikai tényezők, hát akkor rögtön az elején lássuk, hogy mi lenne akkor itt a megoldás. Hát nyilvánvaló, amikor az önsorsrontó gondolataimat átírom, akkor már megadtam a lehetőségét annak, hogy meggyógyuljak. Amikor végre őszinte leszek önmagamhoz, ez egy első feltétel annak, hogy minden biológiai konfliktust lezárjak, akkor rá fogok döbbenni arra, hogy mivel kell foglalkoznom, nyilván, ha még a germán gyógytudományban utána nézek, hogy mi a betegségem valós oka. Hiába néztem utána, hogy mi a betegségem valós oka, amíg nem bocsátottam meg önmagamnak és a másiknak, addig kérem szépen felejtsük el azt az illúziót, hogy valamikor meg fogok gyógyulni. Ez a megbocsátok, de nem felejtek, ez nem működik. És a legfontosabb történet arra, hogy ezután soha meg ne betegedjünk, az, amikor lezárom békével a napjaimat. Ha ez nem történik meg, akkor bizony viszik tovább a múltbéli kellemetlen élményeket, és aki már hallotta a germán gyógytudomány 5 természet törvényét, azt tudja, hogy a sinek gondoskodnak arról, hogy krónikus beteget legyünk. Nyilvánvaló, amikor a megbetegítő fizikai tényezőket kiiktatom az életemből, akkor ez egy nagyon lényeges döntés lesz az életünkben, hogy azok a tényezők se hassanak ránk. Szóval, mikor gyógyulok már, meg hát mikor megismerem, hogy egyáltalán hogyan működik a biológiai testem, akkor meg fogom érteni a tüneteit, a jelzéseit, és akkor fogom érteni, hogy mit kellene másképp csináljak, mint eddig. Mert a biológiai törvények ismeretének a hiánya nem ment fel bennünket a biológiai következményektől. Ezt ugyanígy a jogi doktorok is elmondják a joggal kapcsolatban, de hát aki nem hiszi, az majd úgyis megtapasztalja. Itt nincs kivétel, és nem az számít, hogy ki hány egyetemet végzett, hanem hogy ki mikor kezd el alapvető dolgokat helyre tenni a gondolkodásában, az életében is egyáltalán. Itt látjuk dr. Ike Gerdhammert, ezt a csodálatos embert, aki megírta számunkra, felfedezte az 5 természet törvényt, de nem csak úgy nyugodtan ülve a kandalló előtt egy pohár vörösborral, hanem egy nagyon komoly tragédia vezette őt el oda, hogy ezeket a természet törvényeket felfedezze, mégpedig a szeretett 19 éves fiának a halála. És Hammer doktor addig hitt abban, amit csinált, végezte a munkáját, belgyógyászként dolgozott németországi klinikákon, stb. Van egy külön előadás, ugye Hammer doktor élete és munkássága címmel, és hogyha ezt valaki végignézi, akkor rá fog jönni, hogy mennyi ocsmány hazugságot terjesztenek róla a médiák, pontosan azért, hogy nehogy megismerjük az igazságot. Én nekem az a feladatom, hogy elmondjam mindazt, amit megértettem, megtanultam, és akinek
szíve és józan esze van, az meg fogja érteni, és át fogja vinni a gyakorlatba. Ezért mondta Hámer doktor, ez az ő gondolata, hogy a germánygyógytudományt orvosoknak és betegeknek ajánlja, akiknek szívük és józan eszük van. Na kérem szépen, élete történetét tehát bárki megismerheti, de röviden, tömören csak annyit kell elmondanom, hogy a 19 éves fia 78. augusztus 18-án lett egy gyilkosságnak az áldozata, és ennek az lett a következménye, hogy 111 napig még vigilkómában, éberkómában feküdt a gyerek. Az apja mindent megpróbált elkövetni azért, hogy megmentse a gyermekét, de 111 nap után, 78. december 7-én a gyermek meghal a karjai között. Na ezután alakult ki Hámer doktornál rövid időn belül, két hónapon belül egy heredaganat, kemó sugárkezelést nem vállal, de műtétet igen, és miután felépül a betegségéből, egy ráklinikán, mint belgyógyászorvos dolgozik, és megkérdezi az ott élő betegeket, hogy és vajon az ő életükben, mielőtt ez a daganat megjelent volna, nem történt valami nagyon drámai, váratlan, súlyos érzelmi konfliktus az életükben, amit magányosan éltek meg, vagyis magukra maradtak azzal az érzéssel, és mind a 200 megkérdezett betegnél a válasz igen volt. Ez vezetett el a rák vastörvényének a leírásához, mert Hámer doktor akkor a ráknak a kialakulását kereste. És a rák vastörvénye, ami 1981. október óta ismert a világ számára, egy kivételt nem ismerő, kérlelhetetlenül szigorú törvény. Ezért nevezi Hámer doktor vastörvénynek. Ez a törvény leírja, hogy ezek a nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatások, amik váratlanul hirtelen törnek ránk, mint derültékből a villámcsapás, és magunkra maradtunk az érzéssel, benne maradok a konfliktusban. Most ez a lélek idézőjelben, a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi választ indít el. Azért tettem idézőjelbe és kisbetűvel a lelket, mert itt nem a nagybetűs lelkünkről van szó, hanem az egoisztikus személyiségeinkről, az azonosultságainkról, amiben megéltünk egy váratlan konfliktust, mert valami nem úgy történt, ahogy elképzeltük, vagy olyan történt, amit el sem tudtunk volna képzelni, hogy ilyen megtörténhet. Na most a lélek agyszervtengely leírása és tudományos táblázatba való foglalása Hámer doktor részéről egy paradigmaváltás a medicinában. Rájövünk arra, hogy eddig fordítva ültünk a lovon. Csak azt láttuk, ami mellett elmentünk, de nem láttuk előre, hogy minek mi a konkrét oka, és ennek mi lesz a következménye. A lélek-agyszerv-tengely eszenciája című előadást, ha megnézzük, akkor erről többet is meg fogunk érteni. A konfliktus pillanatában ugye rögzülnek a sínek, vagyis azok a körülmények, amelyek között megéltük a konfliktust, és ezután újabb konfliktus nélkül is elindul az értelmes biológiai különprogram. Értelmes biológiai különprogramról beszélünk tehát, és nem betegségről. Az a rész, ami ebből a betegségnek nevezett rész, az pont a gyógyulásunkról szól. Ezt a második természettörvénybe fogjuk megérteni. De szeretném felhívni a figyelmet arra, amire már felhívtam, hogy ha lezárnánk békével a napjainkat, akkor a lélek agyszervtengelyen ugyan elindul egy program, de este lezárom. Mondom békével, vagyis érzelmileg, megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, hálával. A megértés nélkül sok mindent nem tudunk megbocsátani, de a germánygyógytudomány pontosan abban segít minket,
hogy megértsük, hogy valaki miért úgy viselkedik, ahogy viselkedik, vagy egyáltalán mi történt a testünkben. És akkor nem élnénk meg diagnózis sokkot a rendelőben. A értelmes biológiai különprogram pedig azt jelenti, hogy nem egy értelmetlen dolog mindaz, ami a szervezetünkben történik, hanem minden a túlélésünk és a faj fenntartás érdekében történik, még akkor is, ha rákról beszélünk. Szeretném az új hallgatóknak a figyelmét felhívni arra, hogy tegyék félre azt a tudást, azt a meggyőződést, vagy azt az információt, amit eddig hallottak a rákról. Nagyon szépen kérem, mert egyfolytában vitatkozni fognak azzal, amit mondok. Hallgassuk végig az előadást, aztán a végén mindenki döntse el, hogy hogyan tovább. De ameddig elmondok valamit, azt ne rögtön rakjuk össze, hogy de ezt nem így tanították nekem az iskolában, mert akkor nem fogunk egyről a kettőre soha jutni. Tehát értelmes biológiai külön programokról beszélünk, és amikor már én ezzel találkoztam több mint 10 évvel ezelőtt, már akkor feltűnt nekem az, hogy a sinek, vagyis egy emlékeztető körülmény, egy hang, egy kép, egy dallam, bármi, egy íz képes elindítani az egész programot. Tehát nem értem meg egy újabb becsapódást. Akkor itt valaminek lennie kell, és hát nyilvánvaló, hogy rájöttünk, milyen a dolgok hátterében, élettani szinten erre magyarázatot megtaláltam, és a továbbiakban majd el fogom mondani. De jegyezzük meg a legfontosabbat az első természettörvényből. Ha lezárom békével a napjaimat, meg sem betegszem. Mi lenne, ha átvinnénk a szokásba azt, hogy minden este megbocsátok mindenkinek, többek közt önmagamnak is. Ja, csak ehhez őszintének is kéne lenni. A második természettörvényt röviddel az első után Hammer doktor felfedezi, hiszen belgyógyász főorvosként tisztában volt a tünettannal, és más szemmel nézve az ember tünettanát, ugye két csoportra osztjuk, hideg és meleg tünetekre mindazt, amivel a beteg érkezik. Igen, vannak hideg tünetek, addig, amíg a konfliktus nincs megoldva, addig hideg a kezem, hideg a lábam. Zakatol a szívem, fent van a vérnyomásom. Nem tudok nyugodtan elaludni, mert egyfolytában azon jár az agyam, hogy de hogy létezik az, hogy a gyermekem éppen így járt, és elkezdek miatta aggódni. Vagy éppenséggel, hogy lehet az, hogy nem látogat meg, és megélem az elválasztási konfliktust. Szóval akármilyen történetünk is volt a mai napon, legyünk szívesek azt lezárni. Nyilvánvaló, hogy az egész múltat is le kellene zárni, ami eddig történt velünk, és megkeresne a kakiban az aranyat. Újrakezdés, új alapokon, minden nap egy új lehetőség, az előadás címe, tessék megnézni. Mert addig, amíg ezt nem tesszük meg, addig a sinek gondoskodnak róla, hogy krónikus betegek legyünk. És mindig mondom, hogy nem sinek, hanem pályaudvarok vannak a fejünkben, tehát jó lenne odafigyelni arra, hogy nem a sineket kell kerülgetni, ezt az állatok tudják, ők ennyit tudnak megtenni, hogy kikerülik a sineket. Az ember erre ennél többre képes, és ha megértem a tanítást mindabban, amit eddig én megéltem kellemetlenül, akkor nyilván, hogy le fogom tudni zárni hálával mindazt, ami eddig történt vele. És rá fogok jönni, hogy nem csak a biológiám van értem, és nem ellenem, hanem az egész élet értem van. Csak kérdés, hogy értem vagy nem értem. A konfliktus aktív fázis alatt, tehát mondtam, hogy hideg lesz a kezem, hideg lesz a lábam, az étvágyunk elmegy, lefogyunk, nyilvánvaló attól függ, hogy hány programot futtatunk. Ez a grafikai ábra, ezt Hammeri iránytűnek nevezzük. Hammer doktor végleges rajza, voltak más megelőző grafikonok is, ahol az epileptoid krízis éppen lefele mutatott. De ez tökéletesen jelzi mindazt, amit Hammer doktor felfedezett. Tehát a DHS becsapódása, a váratlan, meglepetésszerű történet, hallottam valamit, és puf, vagy pak. És mi a helyzet? Hát ennek ez a
érzelmi megrázkódtatás az agy közvetítésével indítja el a szervi választ, ugye ez a lélek agy szertengely. Már a konfliktus aktív fázisban látható, hát annak, aki nem telefonon nézi, hanem mondjuk nagyképernyős televíziót erre használja, hogy kapcsolatba lép az internettel, és akkor gyönyörűen látja a körkörös gyűrűket a baloldali CT képen, mintha egy céltáblát látnánk a középen a ponttal. Nos, ez azt jelenti, hogy egy hatalmas becsapódás volt, és az agyi szinten ez így jelenik meg, de csak akkor látható, ha kontrasztanyag nélküli felvételt készítünk, mégpedig a koponya alappal párhuzamos síkokban, ahogy ezt itt a röntgenképpen láthatjuk. Rendben van, akkor megértettük azt is, hogy minél több feladatlan félelmem, konfliktusom, elképzelésem van, annál magasabb lesz a vérnyomásom. De hát akit érdekel a magas vérnyomás és a pulzusnak a problémája, erről is kap külön webkonferencia anyagot, a weblapot. A KM a konfliktus megoldását jelenti, ugye nem mindegy, hogy ez tényleg érzelmileg megtörtént, vagy megoldódott a helyzet. Megbeszéltem a gyerekemmel a dolgot, és onnantól szent a béke. Vagy én megértettem a gyerekemmel való kapcsolatból, hogy mégiscsak el kellene engednem, és nem kellene még mindig irányítanom, nem kéne attól félnem, ha őszinte vagyok magamhoz, akkor beismerem, hogy attól félek valójában, hogy mi lesz velem, ha ő nem lesz. Mindig rólunk szól a történet, és nem a másikról, de meg tudjuk magyarázni ezt nagyon. A konfliktus megoldása tehát elvezet oda, hogy a biológiám úgymond rendbe szedi magát. Mert ameddig a konfliktus aktív fázisban a szimpatikus idegrendszer hatására élveztük azokat a tüneteket, amit élveztünk, most jön a paraszimpatikus idegrendszer, és segít helyre tenni a dolgokat. Ez a két idegen szóval jelzett idegrendszerünk, ami belső, az belső szerveinket irányító idegrendszer két végpontja, mert minden irányításhoz, szabályozáshoz kell egy ingerlés és kell egy gátlás. Ez a kettő fogja, a két dolog fogja a megfelelő szintet elérni, mint ahogy autónak is van gázpedálja, meg fékpedálja, és nyilván kormánykereke is, de ezzel tudom szabályozni a folyamatot, a sebességet. A vegetatív idegrendszert régen autonóm idegrendszernek nevezték, mert ez magától működik, és ennek a két végpontja, tehát a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer. Kékkel jelölte Hammer doktor a hideg tüneteket, a szimpatikus idegrendszer hatását, pirossal pedig a paraszimpatikus idegrendszer hatását, mert ugye jön a gyógyulásunk, megoldódott a helyzet, vagy a konfliktus tényleg tudatosan lezárta, és jön a gyógyulásom. Mit jelent ez? Hát az, hogy gyulladás lép fel, kérem szépen. Minden gyulladás, ami a szervezetünkben van, minden kitapogatható fájó pont, az azt jelenti, hogy épp gyógyulok. A begyulladt fogam is azt jelenti, hogy épp megoldottam a visszafogott dühömet, a harapás konfliktusomat. A fájó ízületem is azt jelenti, hogy épp megoldottam az leértékelésemet, de még erre majd kitérek. Ezt viszont kinevezzük ugye hivatalosan betegségnek, és kezeljük, mert nem tudjuk, hogy mi az oka, megbolondult a szervezetünk, autoimmun, tehát önmaga ellen támad a testemet, ilyet elképzelni is egy őrültség, de mindegy, legyen autoimmun, ha már így nevezték, de tudjuk jól, hogy ez alatt mi történik. Ja, elakadt gyógyulások vannak, és erre is mindjárt megmutatom azt, hogy néz ki, ha grafikailag ábrázoljuk. Tehát fáradt vagyok, gyenge vagyok, meleg a kezem, meleg a lábam, rossz a közérzetem, izzadok, és eljutok oda, hogy a rubor, tumor, kalor, dolor, funkció léza, tehát piros, duzzad, meleg, fáj, és nem működik rendesen, tehát ezek a dolgok azt fogják jelenteni, hogy a gyógyulásom maximálisan folyik.
és ha még nyirokcsomókat is tapintok mellette, akkor már beüthetem a pezsgőt, mert megkezdődött a gyógyulásom. Jön az epileptoid krízis, ami, amint látjuk, megint kék színű, és igen magas hullámverés. És ez a legveszélyesebb része a gyógyulásnak, ugye attól függ, hogy miről beszélünk. Mert egy szívprogramnál itt vagy elszáll a pulzus és tüdőemboliát kapok, vagy leáll a szívem és vége a történetnek. Ennél a történetnél jön be az, hogy vesegörcs, epegörcs, bélkólikák, ugye mind itt jelentkeznek, illetve hát a mélyvénás trombózis is itt fog jelentkezni, és a többi, nem megyek most végig az egész táblázaton, mert reggelig tartana. Annyit kell tudnunk, hogy amikor a legsúlyosabb tüneteket éljük meg, gyakorlatilag akkor vagyunk a gyógyulásunk kellős közepén. Epileptoid, és nem epilepszia. Mert az epilepsziáról nevezte Hammer doktor epileptoid krízisnek, és használjuk azokat a kifejezéseket, amiket Hammer doktor hagyott ránk, és nem egyebeket. Tehát exudatív fázis, epileptoid krízis és hegesedési fázis. Ez mind a három a megoldás követő fázisnak a három része. Az epilepszia is itt jelentkezik, csak ilyenkor egyszerre oldunk meg egy mozgáshoz kötött konfliktust és egy elválasztási konfliktust, lefordítva egyetlen szóra, hogy kutyaszorítóban vagyok. És ha kutyaszorítóban vagyok, akkor mi az, ami az életemet megmenti? Ha ettől az egésztől elszakadok és elmenekülök. Ezért van benne elválasztási konfliktus és mozgáshoz kötött konfliktus. Egyszerre éltem meg, egyszerre oldom meg, tehát az epilepsziás krízisben elvesztem az eszméletem, és izomrángások fognak fölépni. Ennyi az egész történet. Mivel ez egy tipikus gyógyulási történet, ezért nevezte Hammer doktor az összes többi szervre vonatkozóan, hogy epileptoid krízisről beszél. Jó. Az epileptoid krízisben egy nagyon fontos dolog történik. Az az exudátum, vagyis folyadék, nedvesség, ami felgyülemlett a szövetekben a gyógyulás alatt, ugye, az felgyülemlik az agy relében is, itt látjuk a jobb oldali koponya CT felvételen. Jobb oldalt egy fekete nyíl jelzi, illetve alól is van egy ilyen Hammeri góc, ami éppen gyógyulásban van. Tehát ezek nem agytumorok, hanem ödémás agyi relék, és az epileptoid krízis leszálló ága az, ahol ezekből is a folyadék, vagyis a víz kipréselődik. És ezért fogunk több vizeletet üríteni, mint amennyi folyadékot megittunk. És ezért fog elmúlni itt a fejfájásunk. Aztán utána jön a hegesedési fázis, amikor már jó a hangulatom, jó az étvágyam, minden rendben lenne, de a fene megette, olyan fáradt vagyok, hogy ezt egyszerűen nem lehet elviselni. És akkor mi történik? Hát az történik, hogy elindítom újra az egész programot, ezt élem meg konfliktusként, és nem engedem meg a természetnek, hogy befejezze azt, amit elkezdett. Szóval röviden, tömören ennyit a értelmes biológiai különprogramnak a két fázisáról. Konfliktus aktív és megoldást követő fázisokról beszéltem, és amit láttuk, lélek agyszervtengelyen zajlik minden. Egyetlen valóság az én megélésem, ezzel a címmel találunk előadást, mert már ez is egy annyira fontos téma, megérteni, hogy soha nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy én mit éltem meg abban a pillanatban. Mit éltem meg abban a pillanatban, ha mit tudom én, beállítottam a gyermekemhez, és éppen veszekedtek, vagy valami feszült hangulatba csöppentem bele. Én akkor mit értem meg? Szarul éreztem magam? Bocsánat, de ezt magyarul így fejezzük ki. Elindítok egy vastagbélrákot. Aggódok a gyermekemért. Elindítok egy melldaganatot, egy úgynevezett adenokarcinomát. Szeretnék ettől az egésztől elszakadni, eltávolodni? Rendben, megcsinálom a duktuszkarcinomát a mellemben. Vagy egyéb bőrtüneteket.
leírom magam, az egy önleértékelés. Tehát mindig az számít, hogy én mit éltem meg abban a pillanatban, és nem az, hogy mi történt. De mi van, ha el tudom fogadni, ha engem ez nem érint meg, és azt mondom, hogy ez az ő dolguk, ez nem én rám tartozik, ez nem az én feladatom. Akkor nem történik semmi, akkor nincs konfliktus, és nincs betegség sem. Tehát jó lenne ezeket a dolgokat másképpen nézni, mint eddig. A harmadik természettörvény nagyon egyszerűen leírja a számunkra, hogy mi történik a két fázis alatt, hiszen ha sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, mi élünk, ugye, akkor nem történhet más, mint vagy szaporítom a sejteket, vagy sorvasztom, vagy működést változtatok. Szaporítom a sejteket, ha aggódom, de a megoldásban, amint látjuk, le fogom bontani a felesleges sejteket. Sorvasztom a sejteket, ha elválasztási konfliktust élek meg, de megoldásba visszaépítem. És teszem azt élem meg, hogy hülyét csináltak belőlem, akkor itt lesz egy gyönyörű átmeneti, mondjam így, agyi keringési zavartia, vagy éppenséggel, ha sűrűbben élem meg, hogy hülyét csináltak belőlem, akkor lesz egy agyvérzésnek nevezett dolog, de az is rendbe jön, ha lezárom magát a történetet. Tehát vagy építek, vagy bontok, vagy működést módosítok, és a megoldásban ennek pont a fordítottját fogom csinálni. De ne feledjük el, hogy a megoldás követő fázisban, amikor a felesleges sejteket lebontjuk, azok nem a kukába mennek. Nem a széklettel, nem a vizelettel ürülnek, hanem a nyirokrendszer fogja ezeket feldolgozni. Tehát, ha van nekem kitapintható nyirokcsomom, esetleg még érzékeny is, akkor a behűtő pezsgőt már fel lehet bontani. Akkor lehet ünnepelni, hogy hurrá, gyógyulok. Tisztázom, hogy mi az, amit feloldottam, már csak azért, hogy ne csináljak ebből elakadt programot, és nagy lelki nyugalommal lefekszem, és hozok egy döntést, hogy többet ilyen dolgokban én nem veszek részt. Ennyit kell egy laikus embernek tudni arról, hogy mi történik a két fázis alatt. Építek, bontok, működést változtatok, megoldásban pedig a fordítottját. Most Hammer doktor erre az egészre úgy jött rá, hogy az embriológiát visszalapozott mindenki, aki medicinát végzett, vagy biológia szakon végzett, vagy állatorvosit végzett, tanult embriológiát, vagyis az egyetfejlődést, történetét megtanultuk és levizsgáztunk belőle, tudjuk, hogy megtermékenyített petesekből lesz minden sejtünk, minden szövetünk, és a fejlődésnek egy pillanatában, ugye a megtermékenyítés után a 8.-10. napon létrejön a három csíra lemez, amit Hammer doktor piros, narancs és sárga színekkel jelzett, és ebből a három csíra lemezből alakul ki mindenünk. A jelenlegi sejtjeink is ebből alakultak ki, de ne feledjük el, hogy nem a csíra lemezeket keresjük magunkban, sőt azokat a sejteket sem találjuk már meg, amelyekkel megszülettünk. Mert a szervezetünk folyamatosan megújul. 7 évente megújul a szervezetünk. Valaki azt állítja, hogy 10 évente. Teljesen mindegy. A legfontosabb az, hogy megújul. Nem az számít, hogy én azonosulok a keresztlevelemmel, vagy a születési dátumommal, hanem az számít, hogy én hogyan érzem magam. Mert a lélek agyszer tengely fogja irányítani az egész testemet. Hát aki beleéli magát, hogy ó, de megöregedtem, mert már nyögdíjas vagyok, akkor már illik venni egy botot, akkor már kijárunk a temetőbe, akkor már az újságra csak hátul nézik, hogy kiment ki a temetőbe. Aki ilyen gondolatokkal vállalja be a nyugdíjas éveit, hát az hamarosan kiköltözik, és alulról fogja szagolni az ibolyát. Tehát ezt megint csak azért mondtam el, hogy tudatosítsam, hogy mindenki maga felelős azért, hogy jelenleg milyen egészségi állapotban van. Nem az egészségügyi ellátó rendszernek a fejlettsége fogja meghatározni, hogy ki mennyire beteg, vagy ki mikor fog meggyógyulni. Nem. Én betegítettem meg magam, én is gyógyítom meg magam. A legjobb lenne azt is megtudni, hogy hogy éljek úgy, hogy meg se betegedjek. Nem, de bár. Szóval 86-ban Hammer doktor leírja a harmadik természettörvényt, és ne feledjük, hogy 85-ben a felesége is meghal a karjai között. És 86-ban eltiltják a munkától.
bevonják a működési engedélyét. Azért, mert nem tagadta meg esküvel a rákvas törvényét. Csak úgy egy pillantást nyitottam Hámer doktor életére, hogy azért vegyük észre, hogy itt hatalmas felfedezésről és hatalmas ellenszélről van szó. Szóval ezen a rajzon látszik jól, hogy ami a piros csíralemezből, a külső csíralemezből származik, abból a külső bőröm lesz, és azt az agykéreg fogja irányítani, ahogyan azt itt láthatjuk a piros színnel megjelölve. Ami a belső csíralemezből származik, az a szájnyírástól a végbélnyírásig tartó csövet fogja létrehozni, azt az agy törzs irányítja. További részletekben nem megyek bele. A lényeg az, hogy tudjuk, hogy a rend és hierarchia van a szervezetünkben, és nem demokrácia. Hála Istennek, mert akkor már nem volna élet a Földön. Rend és hierarchia, vagyis ami, ha kialakult egy sejt, egy bizonyos csíralemezből, akkor az egy életen át azt a dolgot fogja elkövetni és csinálni. Elképzelhetetlen, biológiai képtelenség elképzelni azt, hogy teszem azt a prostata sejtemből, tüdősejt lesz. Hogy az Istenbe jöhet ilyen létre? Hogy lehet ilyet elgondolni? Ja, hogy a tüdőben van sejtszaporulat? Azért, mert halálfélelmem volt. Az úgy teljesen normális, de nem a prostata sejtemből lett tüdősejt, vagy csontsejt, vagy bármi, vagy a melanomából agyjátét, vagy olyan elképesztő dolgokat jelentenek ki professzorok, hogy döbbenek. És én nem hiszem, hogy 1981 óta, én 85-ben végeztem az egyetemet. Azért már az én generációm lassan nyugdíjba megy. Szóval, amikor egyetemre jártunk, már a természettörvényt felfedezték, 86-ig, tessék nézni, három természettörvényt felfedezték. Eltelt egy bizonyos idő. A germán gyógytudománynak az ismerete, az információja, a rezgése benne van az univerzumban. Nem mondja nekem senki se azt, hogy nem tudtam róla. Akit elkezd érdekelni komolyan, hogy hogyan gyógyulhatna meg, az megtalál. Aki más utakat keresgél magának, az ott egy kicsit még eltölt néhány időt, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan és miként fogja átvinni a gyakorlatban mindazt a tudást, amit igyekszek átadni hétről hétre. Jön a legmegdöbbentőbb, a negyedik természettörvény, ami feje tetejére állítja az orvosi gondolkodást, mert kiderül, hogy Louis Pasteur átverte a világot. Jelzem, a halálos ágyán beismerte, hogy nem a baktérium okozza a betegséget, de hát ezt már elfelejtették tanítani az egyetemen. Tehát bennünk vannak a gombák, a TBC baktériumok, a baktériumok és a vírusok. Bennünk van. Nem rajtunk kívül. Vannak rajtunk kívül is, de bennünk van. Azok, akik bennünk vannak, például a TBC baktérium, azok nem az ellenségeik. A gombák és a TBC baktériumok segítenek lebontani a felesleges sejteket a megoldást követő fázisba. Igen, ez egy meldaganatnál, főleg ha már szétnyílt a seb, a kellemetlen szaga lesz ennek. Ez nem egy francia parfüm illata. Ez a biológiának az illata. Vegyük tudomásul. Nem kell húzgálni az orrunkat attól, mert jaj, de büdös. Meg jaj, de nem tudom milyen, hogy néz ki a mellem. Azért nézzük ki, mert éppen gyógyul. Ha megnyugszom, akkor be is tudja fejezni a biológiám a gyógyulást. A baktériumok sem az ellenségeink. Még a vírusok sem. Hámer doktor megjegyzi, hogy vírusok egyáltalán léteznek. De aki a negyedik könyvemet már elolvasta, és hallott Gaston és Sansról, meg a szomatidokról, akkor azt tudja, hogy a szomatidokból csak gombák, gombabaktériumok és baktériumok alakulnak ki. Vírusok nem. Szóval a vírusok nem is élőlények, mert nem rendelkeznek saját anyagcserével, nem tudnak szaporodni önmaguktól. És itt lezárom ezt a történetet, mert nem a mai napnak nem ez a fő gondolata, hanem azt keresjük, hogy miért nem gyógyulok már meg. Igen, ha én ezekbe hiszek, és ezek ellen küzdök, és antibiotikummal írtom azokat a segítőimet, akik segítenének lebontani egy felesleges szövetet, hát nyilvánvalóan akkor elakasztottam gyógyszeresen a gyógyulásomat. Ez teljesen logikus.
Ugye a krónikus betegségek pontosan azért alakulnak ki, mert meg se oldottam a konfliktust. Még mindig ellenszegülök, még mindig nem bocsátottam meg, és a többi, és a többi. Látjuk az felső ábrán, függő konfliktus aktivitás. Mikor fogok végre megnyugodni? A második ábrán, a függő gyógyulásban azt látjuk, hogy ugyan átment a program a megoldást követő fázisba, de elakadt. Ezek a rövid kék szakaszok a sinek, amelyek túl gyakran jönnek és elakasztják a gyógyulásomat. Teszem azt, a fiamnak megbocsátottam, vagy megnyugodtam, hogy most már nem fog elmenni, de nem történt meg mélyen érzelmileg a dolog, és ha itt őt naponta vagy hetente látom, akkor elakasztja a gyógyulásom, mert a program nincs lezárva érzelmileg. Úgy, ahogy azt elmondani sem tudom szavakkal, hogy mit jelent az, amikor az embert a hála tölti el egy meldaganat miatt. Mert vajon mire tanította meg? Ott van az útmutató az egészséghez című könyv. Nézzük meg, mit ír Réka a meldaganatról. A meldaganat az időutazók betegsége. Tehát függő gyógyulás. És akkor csodálkozom, hogy a gyulladás nem akar elmúlni, és a többi, és a többi. És akkor van a policiklikus lefolyás, hát ezek a visszatérő tüneteink, legyen ez allergia, legyen ez visszatérő gyomorfájdalom, visszatérő ízületi fájdalom, bármi. Miért? Mert még mindig nem oldottam meg érzelmileg a dolgot, vagy visszatérő programok. Volt 7 évvel ezelőtt egy meldaganatom. Mit tanultam belőle? Semmit. És csináltam egy újat. És miért csináltam? Mert nem értettem meg a meldaganat üzenetét. Ennyi az egész. Tehát ha nincs változás, akkor nincs az életünkben semmi, de semmi fejlődés. A biológiám nem ellenem, hanem értem dolgozik. Ezt értsük meg. Ezt értsük meg. A biológia értünk dolgozik. Szóval a lényeg az lenne, hogy megértsük a biológiai működésnek a eszenciáját, megnézzük a lélek agyszerv tengely eszenciáját, ez is egy külön előadás, egy nagyon magas színvonalú előadás, lehet, hogy kétszer kell megnézni, lehet, hogy ki kéne jegyzetelni, mert nem ezzel foglalkozik a hallgatóságnak a 80%-a nap, mint nap. Mindenki éli a maga életét, csak lenne néhány alapvető dolog, amit illene betartani, és akkor meg se betegednénk. Mert ha az a problémám, hogy meg szeretném kapni a falatot, levegő, víz, táplálék, fény és hang, ezek kellenek az életben maradásunkhoz, csókolom. Nem kell hozzá unoka, nagymama, nyugdíj, világbéke és semmi egyéb. Levegő, víz, táplálék, fény és hang. És ha ezekkel rendelkezzünk, akkor jó lenne megnyugodni. Jó lenne szétnézni a házban, és rájövünk, hogy messze menően sokkal több mindennel rendelkezünk, mint ami az életben maradásunkhoz szükséges. Aki ezt nem hiszi, próbáljon meg költözködni, és akkor rá fog jönni, hogy mennyi kacat van a házában összegyűjtve. Szóval a legsúlyosabb dolog itt a víznek a begyűjtése, és nem azért, mert nem folyik a csapból a víz, és vízhiányom van, nem azért gyűjtöm be a vizet, hanem azért, mert magányos vagyok. Mert egzisztenciális félelmeim vannak. Mert menekültségi konfliktust éltem meg. Mert el kellett menekülnöm otthonról. Nem a szomszéd országról beszélek, itt ebben az országban is megélhetjük, a Kárpát-medencében is megélhetjük a menekültségi konfliktust. Egy nagyon, nagyon zajos párkapcsolatban, és most finoman fogalmaztam, amikor repkednek a balták és a kések, és az anyukának menekülni kell a gyerekekkel, hogy életben maradjanak. Mi az, ha nem egy menekültségi konfliktus? Mi az, ha nem egy egzisztenciális konfliktus? És hogyha vissza is megy, és úgy néz ki, hogy minden rendben van, de ez nincsen lezárva, be fogja gyűjteni a vizet? Persze, hogy be fogja. Hova? A lábába, mert közben békjó konfliktusa is van. Szóval, és akkor dagad a lábam. Miért dagad? Mert gyenge a szívem. Csókolom, nem a szívemmel pisilek, hanem a veséimmel.
Én legalábbis. Más lehet, hogy nem. Tehát akkor lezártam a vesegyűjtő csatornát, és ezért maradt bent a víz ott, ahol még folyt egy másik program, a Békjó konfliktus, és az mindig a lábszáramat érinti. Tehát ennyit a lábdagadásról, kérem szépen. A kisagyi programok, azok a vélt vagy valós támadással foglalkoznak. Vélt vagy valós. Na, itt jön megint egy lényeges megjegyzendő mondat. Az agyam nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. És csak szólnék, hogy az, hogy elkezdtem ezt az előadást, az nem valóság. Az egy illúzió, mert már 50 perce tart. Értjük? Minden, ami elmúlt, az illúzió. És illúziók miatt vagyunk betegek, mert nem vagyunk hajlandók elengedni az illúziót, mert az agyunk ragaszkodik a fájdalmakhoz, hogy de engem ott megbántottak, és még mindig nem kért bocsánatot. És úgy nézett rám. Na jó, szóval valóság, álom, illúzió, és mindent, amit támadásként élek meg, nem kell senki rám támadjon, csak én élem meg övön aluli ütésnek, hátba támadásnak, aljas megjegyzésnek, bemocskolták a becsületem. Ezek mind-mind IRHA programot fognak elindítani, plusz itt van a gondozási konfliktus, ami a meldaganat, tehát amikor túlzásba viszem az aggódást. Aki a merről szóló előadást megnézte, az tudja jól, hogy az aggódás ennek az ellentéte, az állandó vita veszekedés, és elválasztási konfliktus az, ami a mellben elindítja a programot. Az agyvelő a narancssárga oszlop második részében találjuk róla az értelmes biológiai különprogramokat, az önleértékeléssel foglalkozik, és tele-tele vagyunk negatív érzésekkel, gondolatokkal önmagunkról. Mert elhittük valakinek, hogy mi nem vagyunk úgy jók, ahogy vagyunk. Megmondjam, hogy miért hittük el. Azért, mert az illető, aki minket nem fogadott el úgy, ahogy vagyunk, feltételhez kötötte az elfogadását. Drága gyermekem, szeretlek, ha. Lehet, hogy meg se volt így fogalmazva, csak elvárásként. Ha jó gyerek, ha jó kisfiú lennél, akkor ezt anyunak megcsinálnád. És akkor azt érezzük, hogy így nem vagyunk szerethetők. És már is benne vagyunk a magányba és az önleértékelésbe. Jó lenne már végre lezárni azt a gyönyörű gyermekkorunkat, és rádöbbenni arra, hogy a szüleinket mi választottuk magunknak, és nem ők csináltak minket. Ők azért többször csinálták, mint ahány testvérünk van, ugye? Megegyeztünk? Tehát nem ők csináltak, hanem mi választottuk őket, és csak tanulni valunk lenne abból a környezetből, abból a körülményből, ahol beszülettünk. És nem az a tanulni valunk, hogy amit én nem kaptam meg, azt most majd a gyerekemnek én mind megadom. Jaj, na mindegy, most itt leállok, mert a konfliktus típusukról beszélek, és már egy kicsit tovább mentem. Önleértékelés, önpusztítás, tessenek szépen tisztázni, hogy kik vagyunk mi valójában, és kezdjünk el a szerint élni. Nyilván ez egy háromnapos képzés hatalmas segítséget nyújtana. Az agykéreg az elválasztási birtokzónás konfliktusokat, birtokzónán kívüli konfliktusokat és a működésváltozásokat vezérli. Nincs ebbe semmi rendkívüli. Itt mindig először sorvasztok, aztán építek. Ez egy hatalmas anyag, egy egész nap nem elég ahhoz, hogy a piros oszlopnak a dolgait elmondjuk, szóval a leggyönyörűbb részek itt vannak, a konstellációk és egyebek. Tehát miről beszéltünk itt? A konfliktus típusokról. Na de a beteg, amikor bejön a konzultációra, vagy ír egy levelet, azt mondja, hogy megnéztem én ezt az előadást, de nekem nincsen ilyen konfliktusom. Meg szeretnék mindenkit nyugtatni, hogy a biológiai testünk unalmában nem betegíti meg magát. Megegyeztünk?
Ha nem találom a konfliktusom, az azt jelenti, hogy nem volt egy bazi nagy becsapódás, ami megrázott, mint Isten a vargát. És úgy jött, mint derültékből a villámcsapás. Nem. Akkor itt meg kéne figyelni, és mutatom, ugye tudjuk, meg kéne figyelni a viselkedésünket. Mert ha én folyamatosan az a megélésem, mikor meglátom az anyósom, hogy ezt a vénszipirtyót nem lehet elviselni, akkor ne csodálkozzak, hogy fáj a csípőizületem. Vagy ha mindenre ellenszegülök, semmit nem tudok elfogadni, semmit, amit látok, ami történik, akkor ne csodálkozzak rajta, a cukorbeteg vagyok. Tehát ebben a könyvben pontosan azt az élettani alapot adta meg, ami megértésre vezet minket abban, hogy nem csupán a DHS lesz az, ami egy nagy becsapódással elindít, és hagy az agyamba is lenyomatot, hanem egy inger küszöb feletti inger is elindít egy biológiai programot. Ugye aki élettan tanult, az hallott arról, hogy a minden vagy semmi törvénye, és ez csak annyit jelent, hogy ha az inger küszöböt elérte az inger, akkor minden megtörténik, ha pedig nem érte el, akkor semmi nem történik meg. Vagyis ha minden megtörténik, akkor az inger feljut az agyba, és onnan jön a szervi válasz. Csak nem lesz egy nagy becsapódás. Jó. És akkor ez igazolja azt, hogy a sinek, amelyek csak emlékeztető körülmények, miért képesek újra elindítani az egész nagy programot. Mi az, ami ezt az egészet megoldja? Hát, ha lezárjuk békével a napjainkat, és ha oda figyelek arra, hogy hogyan viselkedek, és utána már, ha nem találom a konfliktusom, akkor mit kell tenni? Hát feleslegessé kell tenni azt a viselkedés formát, ami a biológiai program elindításához vezetett. Az útmutató az egészséghez című könyvben megtaláljuk a teljes germán gyógytudomány tudományos táblázatát, kiegészítve, nem tőmondatokban, hanem részletesen leírva, példákkal, esetismertetésekkel, konfliktus típusok elemzésével, és egy nagyon lényeges dolog, a krónikus elakadt lefolyásoknak a taglalása. Ami ezen a táblázaton nincsen meg. Tehát a konfliktusok, illetve a biológiai programoknak az akadémikus megfogalmazását, mikor megértjük, hogy a germán gyógytudomány szerint minden egyes tünet mögött egy megoldatlan megélés van, akkor megértjük, hogy a lupus erythematodes, vagy a Sjögren-szindróma, vagy akár még a szklerózis multiplex sem egy egyszerű történet. Több megélésünk van, és ezért több tünetünk is lesz. A konfliktusokon túl is van élet, de ha megnyugodnánk abban, hogy minden, ami a szervezetünkben történik, annak értelme van. Mindennek. Mindennek az értelme a túlélés, és a faj fenntartása. Ezért küzd a nyuszi, ezért küzd a mókus fenn a fán, és ezért küzd minden biológiai ember, aki csupán biológiai szinten éli meg az életét. Tudatosság és germán gyógytudomány című előadás. Jó lenne megnézni ezt is. A ötödik természettörvény teszi fel tehát a koronát Hammer doktornak a munkásságára, és akit röviden érdekelne írásban mindaz, amit eddig elmondtam, az ebben a könyvben kaphat róla információt, és rádöbbenünk arra, hogy a germán gyógytudomány alap a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez egyaránt, hogy az úgynevezett betegségek nem azoktól a tényezőktől függnek, amitről az akadémikus orvoslás beszél, hanem csupán a fel nem oldott érzelmi konfliktusok számától, azoknak a hosszától, és nyilvánvaló, hogy a megoldás csak is akkor
következik be, hogyha ezt az egészet érzelmileg oldjuk meg. Nem a sineket kell, nem a diétákat kell gyakorolnunk egy életen át, hanem tisztázni a konfliktusokat és érzelmileg lezárni. Mert ha ezt nem tesszük meg, eljutunk a viselkedés változáshoz. Ehhez már több feloldatlan konfliktusra van szükség az agynak ugyanazon az emeleti részén, jobb és bal oldalon, és akkor megértjük a személyiségváltozásokat, a viselkedésváltozásokat, sőt a hangulati változásokat is. És ezekre is van gyógyír. A germán gyógytudomány tehát valóban tudomány, mert reprodukálható. Vagyis mindenütt ugyanígy megismételhető, nincsen semmi, de semmi olyan benne, ami feltételes módban lenne beírva. Minden kijelentő módban hangzott el. Remélem erre felfigyeltek azok, akik esetleg ilyen tudományos cikkeket olvasnak. Itt nincs feltételes mód. Itt konkrét dolgok vannak. Embriológia és öt természettörvény és punktum. Nincs miről vitatkozni. Illetve lehet vitatkozni, de valaki bizonyítsa már be végre, hogy Hammer doktornak nincs igaza. Mert még senki nem tudta bebizonyítani, és ezért művelték vele azt, amit műveltek. Ezért tették lehetetlenné az életét, és ezért jutott arra a sorsra, amire jutott. Szóval akkor a nagy kérdés, hogy mikor gyógyulok már meg? Már ismerem az öt természettörvényt. Mindenki ismeri, aki eljön konzultációra, mert addig szóba se állok valakivel, még az öt természettörvényt meg nem ismeri. Na de, és elhiszem, hogy ez vonatkozik rám? Mindig azt hiszük, hogy majd a szomszéd lesz rákos, én nem leszek rákos, nem? Hát ilyen velem nem történhet. És amikor megtörténik, akkor jön a bum! Akkor aztán jön a pánik, mert kapkodok, mert elhiszem még mindig, hogy az, amit ráknak neveznek, az egy rossz indulatú folyamat. Kérem, nincs rossz indulat a szervezetünkben, csak rossz indulatú emberek vannak. A szervezetünkben értelmes, biológiai különprogramok vannak. Ezt jegyezzük meg, jó? Vigyük át a gyakorlatra ezt az EBK rövidítést, hogy értelmes, biológiai különprogramok. No de! Ha ugyanúgy gondolkodom, mint eddig, ha ugyanúgy gyűlölködök, utálkozok, nem bocsátok meg, még mindig túlhajszolom magam, úgy gondolom, hogy én vagyok a család lábtörlője. Én kell mindenkinek mindent megoldjak, hogy ne fogalmazzak triviálisabban. Szóval, ha ezen nem változtatok, akkor fog valami változni? Nem. Tehát itt nagyon komoly figyelmeztetést kapunk a tüneteink által, hogy konkrétan hol kellene változtatást indítani az eddigi felfogásunkban, az eddigi életünkben. Tehát nem elég csak megismerni az öt természettörvényt, hanem rá kellene döbbenünk arra, hogy ezek az igazságok ránk is vonatkoznak, tehát ha éppenséggel gyulladás van a szervezetemben, és egy nyirokcsomó, akkor ez azt jelenti, hogy nyugalom kérem. Ünneplés van, hiszen éppen gyógyulok. Hát értsük már meg, hogy fordítva ülünk a lovon. Jó. A Hammer doktor téziseit 98-ban elismerték, igazolták a Trnavai, vagyis a Nagyszombati Egyetemen, és mégsem ezt tanítják az egyetemen. Ugye? Már nekem is taníthatták volna, de nem ezt tanítják. Vajon miért? Akkor nézzük meg a Szabadságot a léleknek című 37 perces riportot, ezt a weblap tudástár videói ébresztő pontjában találjuk. És akkor 37 perc alatt megértjük, hogy a medicina miért nem úgy működik, ahogy mi azt elképzelnénk, hogy ennek így kellene működni. Nem tud úgy működni, mert a gyógyszeripar irányítja. Ennyire egyszerű. De azzal is tisztában kéne lenni, hogy ez nem egy alternatív tudomány, nem egy
Sok lehetőség a többi között. Meg még kipróbálom a recall healinget, meg még kipróbálom a szakrális radiesztéziát, még kipróbálom a meditációt, az agykontrollt, a homeopátiát, és van erről is összefoglalásom, hogy mi mindent kipróbálunk, és még mindig nem jutottunk el a megoldáshoz. Mert még mindig nem azzal foglalkozok, amivel kéne, vagyis a valós kiváltó okkal, hanem megpróbálok valamit csinálni. Mint amikor vizes a fal a házban, akkor teszek eléje lambériát. Igaz, hogy már nem látom, de legalább büdös. Hát körülbelül erről szól a gyógyítás, vagy a gyógyításhoz való hozzáállás jelenleg. Mert elhisszük, hogy ismeretlen, hogy gyógyíthatatlan, hogy autoimmun, meg hogy rosszindulatú. Kérem szépen, ilyen betegségek nem léteznek, ezek mind megoldhatók, csak hogy van egy bibi, a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Tehát amikor érzelmileg lezárom a programjaimat, mondom érzelmileg, akkor az elakadt programjaim már kifutnak. Mert hát rengeteg ember van, akinek hetek, hónapok óta tartanak a tünetei. Na de miért? Mert elakadt a programja. Na de miért? Mert nincs érzelmileg lezárva. Hát értsük már meg, hogy az érzelmi lezárás az nem azt jelenti, hogy úgy gondolom, hogy megbocsátok. Nem azt jelenti, hogy egyetlen oldalra felírtam az egész életem összes kellemetlen élményét, és ezzel, hogy kiírtam magamból, akkor ezzel megcsináltam a vádlistát. Hát ez nem vádlista. Itt érzelmi lezárásról beszélek folyamatosan, még egyszer mondom, megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, hálával. Na ez jelenti azt, hogy dolgozok magamon, és nem azt, hogy meditálok. Hogy kispatak, meg megfürdök benne, meg szépnek látom magam, és puszi. Amíg meditálok, jól érzem magam. És amikor visszajövök a valóságba, és megcsap a gyógyuló sebemnek az illata, akkor megint ott vagyok, ahonnan elindultam. Szóval érzelmi lezárás, azt kérem szépen, aki nem érti meg a kimondott szavakból, hogy mit kell tennie, az jöjjön el egy háromnapos képzésre. Ott megtapasztalja, hogy mi az, hogy érzelmileg. Teszek róla. Aki volt tanfolyamon, az tudja, hogy vannak olyan videóim, ami után szipogást hallok, és mindenki törölgeti az orrát. Igen, akkor megértjük, hogy mi az, hogy érzelmileg. Szóval, gyógyulásunknak egy másik akadálya, ugye, amikor a megoldási fázis tüneteit konfliktusként éljük meg. Erről is volt már nem tudom hányszor szó, és csak itt nagyon röviden utalnék arra, hogy a megoldás követő fázisban tehát gyulladás jelentkezik. Jó? A gyulladás egyenlő gyógyulás. Azért, mert mind a kettő G betűvel kezdődik. Rendben? Megegyeztő. Gyógyulás vagy gyulladás az egy és ugyanaz. Értsük ezt meg. Éppenséggel a megoldás követő fázisban most duzzad, meleg, fáj, nem működik, stb. És akkor mi van? Hát akkor tudom, hogy a biológiám éppen helyre tesz valami. Ja, fáj a fejem is. Nagyszerű. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok mindent oldottam meg, vagy éppen egy önleértékelésnél azért a relik között nagy ödéma jön létre, mert olyan válogatott módszerekkel tudjuk magunkat leírni. Csak tessék visszagondolni, hogy reggel, mikor benéztem a tükörbe, és megláttam magam, mit mondtam. Idézem, vagy mindenki tudja. Hadd nem mondjam, mert olyanokat tudunk magunkra mondani, hogy azt másnak soha nem mondanánk, mert azzal biztos, hogy egy életre elvágtuk a zsinort azzal az emberrel. De magunkat úgy tudjuk pusztítani, hogy elképesztő. És ez az érzés elegendő ahhoz, hogy fennmaradjon egy izületi program, fennmaradjon egy izomprogram, fennmaradjon egy csontprogram, és ne gyógyuljon meg egy leukémia. Szóval fejfájás. Aztán hát jönnek az izmok, a sima izmok. Erről is van külön történet, hogy akit érdekel a hasmenésről,
szóló előadást nézze meg, mert ugye ott elmondom, hogy hát bizza a sima izomzat már a szimpatikus idegrendszer hatására is rángatózik, meg a paraszimpatikus idegrendszer hatására is rángatózik. Az epileptoid krízisben meg azt érzem, hogy a belem keresztbe akar széthúzódni, csak épp nem fér el. Ja, ezt hívjuk bélkólikának. A sima izomnál. A haráncsikolt izmok, azok is elkezdenek remegni. Na de ahogy én remegek, nem remeg úgy senki. Remélem, ezt mindenki megéli, aki remeg. És akkor nem elkeseredek és szedek bogyókat rá, hanem lezárom a mozgáshoz kötött összes konfliktusomat. Megnézem az izomrendszerről szóló előadást. Megnézem a Parkinson-kort, a miasztenia graviszt. Van! Hála Istennek most már az a problémám, hogy 2 hét múlva miről tartsak webkonferencia előadást. Mi van még olyan, amiről nem beszéltem? Egyre többet beszélek megoldásokról. Tehát ha valaki volt 2016-ban egy tanfolyamon, az kérem egy illúzió, az egy emlék. Még azt se tudja, hogy lépünk ki a három pokoli szerepből, hogy hadd ne beszéljek másról. De volt egy tanfolyamon. De ez nem mentesít a betegség alól, csak az, hogyha átviszem a tanfolyamon tanult dolgokat a gyakorlatban. És akkor jön a hegesedési fázis, amikor extrém fáradt vagyok. Hát én nem tudok elmenni egy tanfolyamra, mert én olyan fáradt vagyok, hogy egész nap aludhatnék onban. Semmi probléma, hozz magaddal egy matracot. Hozzá, hát a kükülő kemény falván 2 ágyat hoztak le a fiúk a vendégszobából, és 2 hölgy onnan az ágyból nézte a tanfolyamot. Ennyi. Megoldható. Lehet hozni nyugágyat, le lehet egy polifonra feküdni a padlóra, kinek hogy tetszik. Sőt, oda az első sorban lefekszik, hogy jól lásson. Engem nem zavar. Meg az se, a közben 5-ször kimegy pisilni. Nagyon örülök neki, mert azt jelenti, hogy lezárta a vesegyűjtő csatorna programját, és most megnyílott, és teli van, most is üríti a felesleges folyadékot. Ennyi. Tehát nagyon szépen kérem, hogy mindenki a programjához tartozó gyógyulási tünetekkel legyen tisztában. És legyen szíves nem konfliktusként megélni, hogy van egy meleg csomó a mellemben, és még van nyirok csomó a hónajamban. Hát ennél jobb hír nincs a világon. Hát ennyi. Na, csak van egy csomó a mellemben, és nincs nyirok csomóm, akkor mi lehet? Ja, lehet, hogy egy régi történet elmeszesedett emlékműve, de az is benne van, hogy még mindig konfliktus aktív fázisban vagyunk. Tehát azt csak el tudja mondani valaki, hogy most éppen aggódik, vagy nem aggódik, nem. Koponya CT-ben merítsem ki, hogy ő most aggódik, vagy nem. Na nem, kérem szépen. Aki nem őszinte még önmagához se, az ne fárasszon engem, jó? Az ne fárasszon. Ez az elsődleges feltétel annak, hogy bárki meggyógyuljon. Tehát a megoldási fázis tüneteit legyünk szívesek megismerni, és elfogadni. És elfogadni. És ha elfogadom, akkor nem indítok el újabb programokat. Ha nem fogadom el, akkor jönnek a következménykonfliktusok. Erről is volt egy külön összefoglaló. Ha nem tévedek, 2 héttel ezelőtt. Nem. 4 héttel ezelőtt. Olyan összefoglaló volt, hogy mindenki azt mondta, hogy én csodálkoztam rajta, csak végig söpörtük a programoknak a tetejét, hogy vegyük észre már, hogy miket tudunk megélni még pluszba, és akkor megint már a sokszor megismételt mondatot elmondom, hogy minél intelligensebb valaki, annál tökéletesebben fogja magát szétszedni. Már a konfliktus pillanatában elindít legalább 5 programot, és a gyógyulási tüneteit, ha konfliktusként éli meg, akkor újabbakat. Akkor újabbakat. És elegendő a meldaganatnál mondjuk megélni azt, hogy már a mellem nem lesz soha olyan szép, mint volt, elcsúfítottság érzése, plusz még hozzájönnek az illatok, ez egy gyönyörű írha program. És akkor már
építem, bontom az írhat, és hát annak illata van. Aztán már ezen a szinten én nem érek semmit, lebontom a háti csigolyámat, úgyhogy összeroppan. És az összeroppanás után már fájdalmas minden levegővétel, ezt már támadás, újabb támadásként élem meg, ami már egy mellhártya program, és aztán jön a frekvenciaváltás, mert ilyen esetem is volt. És miért történt? Mert nem volt őszinte önmagához. Ennyi. Aztán jön a következő, hogy már a szexuális életem így akkor nem olyan, mint az előtt volt. Már én nőként nem érek semmit, mondtam a medencémet, ugye ez lesz a medencében, a csont áttét, mert ugye ennek nevezik, meg lesz ez a borda szintjén is pont, mert ugye ez, erre a mellemre ránézek, és maximálisan leírom magam, és minél súlyosabb az önleértékelés, annál keményebb szöveteket érint. Vagyis a legsősebb önleértékeléssel a csontokat szedem szét, a legenyhébbel pedig a kötőszövetet és írszövetet. Na, azokról nem szoktunk tudomást venni. És folytassam még. Érezhetem magam még szarul tőle, érezhetem magam a személyiségemben összedőlve, és akkor az lesz, hogy a derekam is összeroppan. Szóval elképesztő dolgokat tudunk elindítani. És nem beszéltem most másról, csak egy melldaganatról, mert a hölgyeknél ez olyan, mint nem tudom. Vagyis tudom, mert a hölgyek azok, akik életet adnak, és ezért tudnak ők aggódni az életért. A nők nem indítanak el háborút, változókor előtt biztos nem. A Vaslédi az más volt, Anglia miniszterelnöke az más volt, a változókor után már férfias a viselkedés. Az természetes, hogy a Falklandi háborút elindította. De egy családos nő, akinek van három gyereke, eszébe nem jut háborút indítani. Szóval ebből fakad az, hogy a hölgyek meldaganatot tudnak csinálni, a nagyanyáink is tudtak, csak legalább vasárnap megnyugodtak. Legalább vasárnap elgondolkodtak, volt egy óra, amíg magukba szálltak, már aki komolyan vette a templomba járást, és a kapcsolatot a magasabb frekvenciákkal, hogy másképp fogalmazok, mint a szószéken. Tehát aki ezt komolyan vette, az legalább hetente lezárta a programjait. Igen, nekik volt hitük, és a mai társadalmat arra biztatták, hogy senkit és semmit el ne fogadjanak. Szóval én ennyit tudok mondani, a legsúlyosabb dolog, amit elindíthatunk, az a magány. A meg nem értettség, a kirekesztettség, a társas magány. Az engem senki nem ért meg. Húha! És begyűjtjük a vizet oda, ahol épp gyógyulunk, és ebből lesz a leghatalmasabb komplikáció. Ezért mondta Hammer doktor, hogy sokkal fontosabb megérteni és lezárni a vesegyűjtő csatorna programot, mint akár a szívizom infarktust megérteni. Legyünk szívesek megnézni a magányosságról szóló előadást. Van legalább 5 előadás a veséről. És ha a weblapon, a Germán Gyógytudomány menüpontba ráviszem a kurzort, megjelennek alatt a további lehetőségek. Az alsó a videó. Rákattintok ott a videókra, behozza a tematikusan összeszedett webkonferencia anyagokat. És ott a Ctrl-F billentyű kombinációval jön egy ablak, és beírhatom, hogy épp mit keresek. És ott lesz megjegyezve, hogy arról milyen előadásokba tudok olvasni. Szóval én ennél többet nem tudok tenni, mint hogy ingyen átadom a tudást mindenki számára. Innentől kérdés, hogy ki mennyi időt, energiát fektet arra, hogy ezzel foglalkozzon. Hogy ezzel foglalkozzon. Én csak ennyit tudnék ehhez hozzátenni. Tehát remélem, hogy ha megértettem, hogy hogyan gyógyul egy meldaganat, akkor legalább nem indítok el újabb programokat. Aztán van még egyéb dolog, ugye mindenre képesek vagyunk, bármit megeszünk, kipróbálunk, csak éppenséggel
az érzelmi lezárást ne kelljen megtenni. Van nekem, kaptam Székely barátomtól, hargitáról való medvetrutyit konzervben. Ha valaki úgy gondolja, hogy ezt megeszi és meggyógyul, én átadom neki. Mert elképesztő dolgokat csinálnak az emberek, a petróleum ivásától a nem tudom én meddig, mert valaki kitalál valamit, fogalma nincs, hogy miről szól a biológiai rendszer, anyagcseréről nulla, de hát úgy gondolja, hogy ha ezt én itt bekapom, akkor az pont oda megy, és pont ott fog csinálni valamit. Eszük például a kálciumot, mert alacsony a kálcium szinten. Igen? És miért alacsony a kálcium szinten? Ezen gondolkodott valaki? Nem azzal kellene foglalkozni, hogy miért alacsony a kálcium szinten? Vagy nem eszek algát, mert annak van jó tartalma, és pajzsmirigy betegnek nem ajánlott a jód. Tényleg? Na, de tessék már mondani. A tiroxin, vagyis T3-T4 alapja a jód. A szervezetbe bejutott jód 98%-át a pajzsmirigy fogja felhasználni a pajzsmirigy hormon előállítására. Stimmel? Oké. Okay. De ha én konfliktus aktív fázisban vagyok, és egyre több hormont kell előállítsak, akkor nem az a normális, hogy ehhez egyre több jódra van szükségem? Tehát magas lesz a jód szintem? De nem a jód szint okozta a pajzsmirigy programot csókolom, hanem az, hogy nem zártam le a konfliktuson. Jaj. Ezt csak azért mondom el, hogy próbáljunk már meg egy kicsit másképp gondolkodni, mint eddig. Tehát megehetem az algát, hiába van benne jód. Annyit fogok belőle felszívni, amennyire szükségem van. Ha nincs rá szükségem, nem szívja fel a belem. Bocsika, ott feedback mechanizmusok vannak, visszajelzések. Hogy miből mire van szükség? Amire nincs szükség, az kupa, megy ki. Amire szükség van, az hadd jöjjön. Tehát nehogy már... Nem akarom minősíteni azt a fajta gondolkodást, azt a nagyon egyszerű gondolkodást, ami oda vezet, hogy elkezdünk esztelen dolgokat csinálni a táplálkozásban, a diétában, az életvitelben és egyebekben. Mi lenne, ha a valós okok feltárásával foglalkoznánk, és megismernék, hogy valóban hogy működik a biológia, és azzal támogatnám meg a szervezetemet, amire szüksége van. És ez a megoldás követő fázisban jön be, hogy mondjuk húslevest adok annak az embernek, mert éppen gyógyul, és abban van benne minden, amire szüksége van. Akkor nem azzal foglalkozok, hogy vegetáriánus vagy vegán, akkor az a lényeg, hogy életben maradjon, kedves vegetáriánusok. Nem azt mondtam, hogy húst kell enni, hogyha valakinek gyógyulási programja van, ehet tojást, ehet tejterméket, ehet sajtot, de ne tegyük félre azokat az eszméletlen dolgokat, amiket eddig úgymond betartottam. Természetgyógyász. Ott van a reggel, szállodában vagyunk, teszem a cukrot a kávékba. Ő nem tesz cukrot, mert a cukor az méreg. És mondom, tudod, mi van az édesítőszerben? Kérdezd meg Rékát, mert ő élelmiszeripari mérnök. Cukor az méreg. Mondom, tudod, hogy cukor nélkül az agyad nem működik? Meg só nélkül sem működik? De hát belénk valaki mondott valamit, azt elhittük, és onnantól leszerint élünk. Na itt jönnek a tévhiteknek a helyre rakása. Ugye ez, hogy mit fogunk ezután csinálni, ez attól függ, hogy hajlandó vagyok-e megváltoztatni a gondolkodásomat. Tovább is van, mondjam még? Mondom. A diagnózis sok. Erről is van egy előadás külön, de szóvá kell tegyem, mert olyan döbbenetes mellényúlások vannak, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, hogy elámulok. Szklerózis multiplex a diagnózis. Kérdem tőle, mi volt az első tüneted? Hát kettős látás. Ja, és a kettős látás az ugye abból alakul ki,
amikor a súlyos magányosságot megélem, ha megnézzük az előadásban, tudni fogjuk, hogy a kettős látás, vagyis a szemtengely ferdülés, a divergens strabizmus azért alakul ki, mert a Hammer doktor kimutatta, hogy a vesegyűjtő csatorna relé mellett ott van a távolító ideg magja is. Tehát a szememet kifele fogja húzni, amúgy meg a partra vetett hal is nézett vissza a fél szemével, ugye a biztonságot jelentő víz felé. Tehát itt a kapcsolat már évmilliók óta megvan a két relé között. És kérdem, hogy de miért voltál te akkor magányos 2008-ban? Hát, mert 2 éve megszületett a második gyerek, és otthon maradt a gyerekekkel. A férj dolgozik, a feleség otthon neveli a gyerekeket, és hát marha jól érzi magát a két kölyökkel, ugye magányosan, békjóban, önleértékelve, stb. Minden két gyerekes anyuka tudja jól, hogy ezt miről beszélek. Akkor, amikor dög fáradt, és még meg kell csinálni ezt, meg azt, meg amazt. Akkor döbben rá, hogy mit vállalt be ő valójában. Mondom neki, oké, de az, hogy kettős látás, az még nem szklerózis multiplex. Mondj már valami tünetet, ami miatt azt mondták, hogy szklerózis multiplexed van. Azt mondja, zsibbad a bal kezem. Zsibbad akkor a bal kezem. Ha mondom, az az elválasztási konfliktusnak a konfliktus aktív fázisa. Nem az volt a gondod, hogy attól féltél, hogy el fog hagyni a párod, hogy elszakad a párod tőled? De igen. Mondom, akkor hol van itt a szklerózis multiplex? Az a diagnózis sok volt, és utána olvasunk mindent fórumon, és azokból, amit hülyeségeket olvasunk interneten, megcsináljuk a programot. Megcsináljuk a programot. És csak egy dolgot mondtam a sokból, hogy hogyan tudnak félrevezetni diagnózisokkal, mert koponya CT alapján diagnosztizálnak, de nem tudják, hogy mit látnak rajta, nem értik, hogy mi az, és összeadunk mindenkit mindenkivel. Tehát nagyon szépen megkérek mindenkit. Ha túl nyugodt az élete, akkor menjen be az akadémikus orvoshoz rendelőbe, mert egészséges ember nincs, csak még nem vagy kivizsgálva. És akkor mindenki ki lesz vizsgálva. Bemegy azzal, hogy fáj a lába, és kiderül, hogy van még 3 rákja. Hát nem? Hát de. Szóval én csak azért hívom föl a figyelmet ezekre a dolgokra, hogy van, aki már tanfolyam után bement rendelőbe, és tökéletesen jól kezelte a diagnózist, és az orvos kapott sokkot attól, hogy ő nem kapott sokkot, ilyen is volt. Gratuláltam neki. De nem kéne, el kéne fogadni, hogy ő azért mondja azt, mert őre ki ezt tanították, ő ebben hisz. Fel lehet tenni néhány nagyon alapvető kérdést, persze nyilván a tudom a germán gyógytudomány, és nem kell azzal hivalkodni, hogy én germán gyógytudomány szerint akarok meggyógyulni. Én nem fogadom el azt, amit ott felajánlanak. Nem kérem szépen, ha én germán gyógytudomány szerint szeretnék meggyógyulni, akkor lezárom a konfliktusaimat. Akkor lezárom a napjaimat békével, és minden, amit eddig elmondtam. Akkor igen, akkor nem lesz szükségem arra, hogy bemenjek a rendelőbe. Tehát a diagnózis sokról is van egy külön előadás, hogy milyen lelkiállapotot okoz, a tagadást, a stb. Nézzük ott meg, és fogjuk látni, hogy nagyjából ugyanaz játszódik le, mint a gyászreakció során. Na szóval, mikor gyógyulok meg? Amikor hajlandó leszek odafigyelni az önsorsrontó gondolataimra és viselkedéseimre. Megegyeztünk? Ezek azok a dolgok, amelyek a inger küszöb fölötti ingert elindítják, és persze, hogy nem tudom, hogy nekem volt, vagy nem volt ilyen konfliktusom. Még egyszer mondom, a biológiai testünk unalmában nem betegíti meg magát. Nem. Ha van tünetem, akkor annak oka van. Ha nem találom, akkor vagy sínre kerültem, egy régi történet, ami most került sínre, volt ilyen,
70 év fölötti férfinak gyerekkori emléke okozott programot. Ja, és tudjuk, hogy hölgyeim, a változókor során megváltozik a konfliktusok megoldási sorrendje, és az első konfliktusok kerülnek megoldásra. És nem értjük a hőhullámokat sem. Tehát akit érdekel, az megnézi a változókorról szóló előadást is. Szóval mindig, ha az az én életstratégiám, hogy ahhoz, hogy életben maradjak, mindenki legyen körülöttem, akit szeretek, idézőjelben, mert feltételekhez kötött elfogadásról beszélek, és nem feltételek nélküli elfogadásról, és mindenki legyen távol tőlem, akit utálok, na ez viszont így van, csak hogy ez fog elvezetni a teljes elbutuláshoz, az emlékezett kiesések sorozatához. Legyünk szívesek az elválasztási konfliktust lezárni, mert nem különálló vízcsepek vagyunk a tengerben, akinek semmi köze nincs a tengerhez. Itt jön az, hogy egy másfajta tudatszinttel fogjuk ezt megoldani. Amikor rájövök, hogy holografikus univerzumban élek, és része vagyok a mindenségnek. Ja, és ez örömmel tölt el. Hogy nélkülem a világ nem lenne olyan, mint amilyen. Amikor helyre teszem magamat, ja, ott kezdődik, akkor tudok eljutni idáig. Tehát megint csak azt mondom, hogy ez 3 nap kell, és nem 1, 2 vagy 3 óra. A bosszankodás és rágódás 12 biológiai következménye. Ott van külön előadáson, meg lehet nézni, tessenek elgondolkodni róla, hogy mit oldottunk meg az életünkben bosszankodással és aggódással, jó? Mert ha valaki addig aggódott, hogy ettől megoldódott a gyereke élete, de csak attól, mert aggódott. Ha nem aggódott volna, nem oldódott volna meg, ugye? Ezt elhiszi valaki? Vagy bosszankodással? És annyira a szokásunká válik, hogy ihaj. Ne beszéljek akkor a féltékenységről, és a visszatérő, hát szexuálisra elégbe becsapódó programokról. Van mindegyikről előadás. Tovább is van, mondjam még. Amikor kilépünk a pokoli szerepekből, nos, aki volt már tanfolyamon, vagy volt már egy konzultáción, azt konkrétan tudja, hogy miről beszélek. De ha még nem hallott róla, az is megérti, hogy amíg a félelem irányítja az életemet, addig az áldozat, a megmentő és a bűnbak szerepeket játszom, felváltal. Mert amikor én azt hiszem, hogy én tehetetlen vagyok, hogy én képtelen vagyok meggyógyulni, akkor kiszolgáltatnak, áldozatnak érzem magam, és keresek egy megmentőt, úgy hívják, hogy doktor úr. Kérdés, hogy ez a doktor úr tudja-e, hogy hogyan működik a tested, és tisztában van-e azzal, hogy hogy segítsen abban, hogy kimász a pokolból. Persze senki helyett én nem tudok kimászni. Én csak a kiáratot tudom megmutatni, hogy kérem, a kiárat arra van. Ehhez ezt kell megtenni. Aki nem teszi meg, benne marad. Itt szeretném megemlíteni, felhívni a figyelmet most a nagycsaládnak arra, hogy mindenütt van egy úgynevezett nagybetűs beteg, aki körül forog a család története. Hát háziorvos voltam, ezekhez kellett kijárni, mert ők nem tudtak eljönni a rendelőbe. Nem, nem. Olyan betegek voltak. És a család egyik része futott a gyógyszerért, a másik ment időpontot kérni, a harmadik bevásárolt neki, a negyedik kitakarított neki, és ő ült ott, mert ő beteg. És amikor ennek a betegnek elintéztem valamit, hogy Budapesten egy klinikán fogadják, hogy begyógyuljon a lábszárfekéje, akkor kijelentette, hogy ő nem megy. Na akkor én is kijelentettem, hogy akkor én se jövök többet ide. Mert ugye ezeket a szerepeket illik felismerni, és illik kilépni belőle. De hogyha úgy érzem, hogy a betegségem miatt érzem magamat áldozatnak, kiszolgáltatottnak, akkor szólok, hogy van megoldás. Az első dolog a megértés. Hogy tudjam, hogy mi az alapvető oka a meglévő tünetemnek.
és amit már felismertem, azt meg is tudom oldani, nyilván, ha hajlandó vagyok, ezt érzelmileg megoldani. És akkor már nem vagyok kiszolgáltatva egy másik ember tudásának, nem tudásának, jó szándékának, vagy rossz szándékának. A bűnbak szerep az egy nagyon kényelmes dolog, mert csak mutogatok, hogy ki a hibás. A 54 nap alatt, a karantén alatt is szó volt erről a szerepről, és szóltam mindenkinek, hogyha egyfolytában az a kérdés otthon, hogy ki a hibás, akkor írják ki, hogy Budai a hibás, én vállalom, jó? Vagy valaki tegye fel a kérdést, hogy lehetek én a hibás? Mi lesz belőle? Egy nagy röhögés. És már nem keressük a hibást, mert rájövünk, hogy hülyeség. Ha már megtörtént, megtörtént. Leesett a pohár. Azért, mert leverted. De azért vertem le, mert te oda tetted, hogy én ne lássam. Hát, és akkor most nem mindegy? Hát a pohárgyártónak nem kell megélni valamiből? Hát érdemes ilyesmin vitatkozni, hogy ki a hibás? Szóval jelentkezek, akkor én vagyok a hibás, jó? Nyugodjunk meg, de! És itt jön a nagy de! Amíg nem zárom le békével a napjaimat, amíg nem zárom le békével a múltamat, addig felejtős a gyógyulás. Erről szól az előadás, hogy újrakezdés, új alapokon, minden nap egy új lehetőség. Tessék szíves lenni, kibányászni a kakiból az aranyat. Kezdve a gyerekkoromtól, és azokat a dolgokat, amire emlékszem. És mindezt lezárni békével és hálával. Ha nem teszem meg, maradnak a sinek. És ott van a megmentő szerep. Mert ugye az doki beteg vagyok, gyógyíts meg, és hát én ebbe dolgoztam. És hát mindenki, aki az egészségügyben dolgozik, az valahol megmentő szerepet játszik. Kezdve a szociális munkástól, egészen a, nem tudom én, nem az igazgató igaz, nem, a senkit nem akar megmenteni, a besegítőkig, akik azért mennek a kórházba, azért látják el a kórházat valamivel, amire ott a betegeknek szüksége van, mert a betegekkel való együttérzés miatt üzletelnek a kórházzal, és nem mással. Szóval mindegy, a lényeg az, hogy vegyük tudomásul, hogy a világot már 2000 éve megmentették, lekéstünk róla, jó? Lépjünk ki ebből a szerepből, vagy egy csomó felesleges dolgot indítunk, például túlhajszolás, és majd gyönyörű szívizom infarktusban váltunk frekvenciát. Akit ez érdekel, majd utána néz. De a jó hírem az, hogy amikor kilépek az áldozata megmentő és bűnbak szerepekből, a pokolból, amiben itt és most élek, nem majd miután meghalok, már most abban vagyok. Amikor ebből kilépek, vajon hova jutok? Hát nyilván, hogy a paradicsomba, vagy a mennyországba, és ehhez nem kell meghalni, nem kell frekvenciát váltani ahhoz, hogy a mennyországba jussunk, nem kell semmi más tenni, csak kilépni a félelemből, vagyis a biológiai azonosultságból. A biológiai azonosultságból. Azokból a szerepekből, amiket én is eljátszom. De csak eljátszom már, és nem döglök bele. Na, erről még nagyon sokat lehetne beszélni, de remélem, hogy aki egyszer volt tanfolyamon, az felüti a jegyzetét, és utána néz. Aki meg nem volt, az majd eljön. És van még egy lényeges dolog. A konfliktusok mögött mindig valami olyan van, ami nem úgy történt, ahogy történnie kellett volna. Vagyis nem tudom elfogadni a valóságot, azt, ami van, úgy, ahogy van. És itt az emlékeztető fólia, ezt találjuk meg a karantén alatt készült előadásoknak a borítóján, hogy a világot a példamutatásod fogja megváltoztatni, és nem a véleményed. A példamutatás. És a példamutatásunk arról kéne szóljon, hogy végre megtanultunk elfogadni. Elfogadni önmagunkat is, olyannak, amilyenek vagyunk, meg elfogadni a világot is olyannak, amilyen. Mert mi lenne, ha így élnénk? Ha folyamatosan el tudnám fogadni azt, ami van úgy, ahogy van, meg benne önmagam, lenne még konfliktusom? Nem.
De akkor ezt a példát mutatnám a környezetemnek, és a jó példa is ragadós. És egyre több ember élne békével, önmagával és a környezetével. Na, így fogunk csak eljutni egy békésebb világba, ha egyenként mindannyian megtesszük azt, ami a feladatunk. Én összefoglalom mostan a végén ezeket a gondolatokat csak tőmondatokban, mint itt a táblázaton, tehát önsorsrontó gondolatokkal kell kezdeni, és figyeljünk oda, hogy melyek azok a gondolataink, amik megakadályoznak abban, hogy boldogok legyünk. Persze a boldogság nem valaminek az elérését jelenti, hanem azt jelenti, hogy békében élek önmagammal és a világgal. És akkor mi lesz? Ennek a következménye lesz az, hogy egészséges is leszek. Elegendő ennyi az egészséghez és a boldogsághoz, hogy békében élek önmagammal és a világgal. Kérdés, hogy mikor leszek őszinte magamhoz, mikor fogok megbocsátani önmagamnak és a másik embernek. Mert amíg ez nem történik meg, nem lesz gyógyulás. Mikor válik szokásom már, hogy minden napomat lezárom békével, főleg azért, mert akkor a továbbiakban nem indítok el újabb programokat. De mi lenne, ha ezt, hogy lezárom békével a napjaimat, kiterjeszteném arra, hogy lezárom békével a múltamat is. Amikor a megbetegítő fizikai tényezőket kiiktatom az életemből, és akkor itt mindenféle mérgezés jöhet, a kábítószertől kezdve az alkoholig, minden beletartozik, nem csak a kemoterápia és a sugárkezelés. Amikor megismerjük az öt természet törvényt, miért jó ez? Mert végre megnyugszom. Végre megnyugszom, mert tudom, hogy minden, ami bennem történik, az értem van és nem ellenem. Ez az ötödik természet törvény lényege. Amikor rádöbbennek arra, hogy mindez rólam szól, vagyis értelmes biológiai különprogramokról beszélek, és nem betegségekről. Én indítottam el, én is fogom megállítani, én is fogom megoldani. És a leggyönyörűbb az, ha többet el se indítom. Mikor végre elkezdek gyógyulni, akkor nem összetoljom magamat, hanem elkezdek örülni annak, hogy épp gyógyulok. Nem konfliktusként élem meg a gyógyulást, hanem örömmel. Mert ha így van, akkor nem indítok el újabb programokat, és újabbakat, és újabbakat. Amikor a tabletták, esztelen diéták, helytelen életvitel helyett a valós okok feltárásával fogok foglalkozni. Nem az a kérdés, hogy ki evett, vagy ki nem evett CBD olajat, vagy mit tudom én, omega-3, omega-6-ot, vagy akármit. Nem ezeknek a hiánya okozta a panaszokat. Értsük meg. És nem az a lényeg, hogy a panaszokat elmismásoljam, hanem az, hogy megértsem, és megtanuljam, hogy mi a feladatom ebből az egész történetből. Amikor a diagnózisoktól megszabadulok, mert tudom, hogy minden értem történik, és nem ellenem. Igen, ehhez valamivel többet kell tudni a germán gyógytudományból, mint az öt természet törvény, legalább a ránk vonatkozó programokat, és hát az oda vezető utat, hogy hogyan lehet mondjuk pajzsmirigy betegséget létrehozni. Ott az előadás, meg lehet nézni. Hogyan lehetne egy vastagbélrákot összehozni? Nem azért van, mert túl sok húst ettél, és nem ettél elég zöldséget. Nem attól van. Attól van, hogy szarul érzed magad. És végül, amikor kilépünk a pokoli szerepekből, és helyette az elfogadást választom, mint megoldást a harc helyett. Én úgy gondolom, hogy ez az összefoglaló mindenkit fog abban segíteni, hogy végre megtalálja azt, hogy hol akadt el a gyógyulása. És akkor megérti a mondatomat a weblapról, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Nem a családtag fog meggyógyítani. Nem ő fog meggyógyítani. Én betegítettem magam, én gyógyítom meg magam. Vagy senki sem. Én köszönöm mindenkinek a figyelmet, és megkérem a
társaságot, hogy egyszerre egy kérdést írjon be, és lehető legrövidebben fogalmazzanak.